Sziasztok! Ez a harmadik videó abban a sorozatban, ami a home computerekről szól. Az első kettőben inkább technikai részletekről beszéltem. Az első szólt magukról a digitális alapokról, TTL áramkörökről, ezeknek a felhasználásáról, és egy picikét, hogy milyen hibák lehetségesek a tervezés során. A második pedig arról, hogy a CPU és a memóriák, tehát a ROM és a RAM, hogyan tudnak együttműködni. Ajánlom mindenki figyelni ezt a két videót, mert érthetőbbé fogja tenni azt, amiről most beszélni fogok. Ez a videó most arról fog szólni, hogy a home computerek hogyan néztek ki, milyen generációik voltak, illetve, hogy milyen konstrukciós, mondhatni azt is, hogy időbeli korlátokkal kellett együtt élni a tervezőiknek. Ahhoz, hogy különböző gépeket össze tudjunk vetni, ahhoz érdemes definiálni, hogy mi alapján vetjük össze őket. Ehhez nézzük meg, hogy milyen komponensekre van szükség egy számítógépnél, ahhoz, hogy működni tudjon, illetve hogy miből épültek föl ezek a home computerek. Talán a legfontosabb a központi egység, tehát a CPU. Ebben a videóban most 8 bites rendszerekről lesz szó, úgy döntöttem, hogy a 16 biteseket majd egy másikban fogom tárgyalni, tehát 8 bites CPU-k. Igazániból azt lehet mondani, hogy két nagy típus család volt. Az egyik a MOSZ-nak a 6500-as, 6502-es és ennek a variánsai, illetve a másik, az pedig a Zilog Z80. Lehetne beszélni az Intelről is, tehát 80-80-80-85, de igazából ezek nem voltak elterjedt processzorok. Mi volt a közös a 6502-es és a Z80-as családban? 8 bites processzorokról beszélünk, ami azt jelenti, hogy 8 bites adatokkal dolgoznak jellemzően, az adatbuszok 8 bites, 16 bites a címbusz, ugye a 16 bites címbuszon 64 kilobajtot tudtak ezek megcímezni, és ami nagyon közös volt bennük, hogy körülbelül egy időben léptek a piacra, tehát a 70-es évek közepe felé jelentek meg. A 6502-est ugye Chuck Pavel csapata tervezte, ők a Motorola-ból váltak ki, tehát elégedetlenek voltak azzal, hogy mentek a folyamatok a Motorola-nál, és nagyon érdekes, de a Z80 is hasonlóan jött létre, csak ugye ez az Intelből kivált csapat által került fejlesztésre, tehát ők fejlesztették ezt ki. A filozófia a két processzor között egy picikét eltér, a 6502-nél kimondottan egy nagyon olcsó processzort akartak gyártani, ezért aztán nagyon leegyszerűsítették a dolgot, hogy minél olcsóban lehessen gyártani. A Z80 fejlesztői, tehát az Zilognál arra törekedtek, hogy egy sokkal jobban használható processzor legyen, mint az Intel, de ugye itt is célkitűzés volt az ár, tehát hogy olcsó legyen. Igazából ez a két indok volt amögött, hogy a mikroszámítógép tervezők ezeket a processzorokat használták, egyszerűen olcsók voltak és nagyon könnyen használhatók. Mi kell a processzor mellett egy számítógépbe? Természetesen kellett valamilyen ROM és RAM. Mi volt jellemző a mikroszámítógépekre? Hát a ROM-ban kellett valami olyan rész, ami kezelte magát a számítógépet, ez nagyjából a PC-knél a BIOS-nak felelt volna meg, illetve kellett valami operációs rendszerszerűség, ami ugye nyújtott egy promptot, ez pedig ugye nagyjából kizárólagosan a BASIC jelentette. Tehát ott tartunk, hogy van CPU-nk, RAM-unk, ROM-unk, hát szeretnénk valahogy dolgozni a géppel, tehát szükség van egy billentyűzetre, tehát beviteli eszközre, billentyűzet mellett még ugye kell egy háttértár, ami ugyanúgy I.O., tehát ki tudjuk menteni a programunkat és vissza tudjuk tölteni. Ez kezdetek kezdetén valamilyen szalagos meghajtót jelentett. Természetesen később megjelentek a floppy meghajtók is. Ha már ugye beszéltünk a bevitelről, akkor beszéljünk arról, hogy megjelenítő, tehát kellett valamilyen grafikus, vagy nem grafikus, de valamilyen videomonitor. Eddig ugye beszéltünk a hardware-ről, de van még egy szoftveres komponens is az egésznek. Ezt egy kicsikét nehezebb megfogni, hogy mire is gondolok itt, ugyanis nem csak arról van szó, hogy aki tervezte a gépet, az milyen szoftvert írt rá, hanem arról is, hogy ezt mennyire támogatták. Tehát, hogy mennyi játék jelent meg rá, milyen egyéb szoftverek, mondjuk egy lemezmásoló program volt-e rá, oktatóprogram, és a többi, és a többi. Ez legalább annyira fontos volt, mint maga a hardware. Most, hogy így összeszedtem a szempontokat, ami alapján értékelni fogom az egyes számítógépeket, nézzük meg, hogy hogyan lehet felosztani a home computereket. Én nagyjából 5 generációt különítettem el,
Ez egy picikét ilyen mesterséges, mert az az igazság, hogy időben és tudásban is átlapolva jöttek a gépek. Nem beszélhetünk arról, hogy külön, szeparált generációk lettek volna, mert a gépek egy evolúció mentek át. Például egy Commodore-nál, egy Commodore PET alapon elkészült később a VIC-20, majd a VIC-20 alapján elkészült a Commodore 64, majd a Commodore 64-re ráépülve a Commodore 128. Tehát látható az, hogy többé-kevésbé felhasználták azt, ami előtte volt, így cégen belül, de ez elmondható máshol is, hogy még ha nem is voltak kompatibilisek az előző géppel, akkor is a fejlesztők felhasználták azt a tudást, amit ott már megszereztek. De most inkább beszélek arról, hogy milyen generációkat különítek el. Hát van egy nulladik generáció, amiről nem fogok részletesen beszélni. Ez az a generáció, ami igazániból home computernek nevezhető, de pár tucat, pár száz darab készült el egy-egy gépből. Ezeknek a használhatósága lehetne úgy fogalmazni, hogy hozzáértők tudták használni, igazániból egy átlag ember nem tudta volna őket üzemeltetni. Jó példa erre például az Altair, aminél ugye a bevitel az kapcsolókon történt, és nagyon szépen lehetett villogtatni rajta a ledeket. Lehetett programozni, ha valaki értett hozzá, de ugye ehhez azért tényleg érteni kellett, be lehetett tölteni programot, be lehetett tölteni basic-et, lehetett hozzáépíteni kártyát, amivel monitort hajtott meg. De az igazság az, hogy azért ez hobbistáknak, mérnököknek, tehát olyanoknak volt, ez az egész generációra jellemző, aki értett hozzá. Az első generáció, amit én első generációnak tekintek, az nagyjából 77-től indul. Azért mondom nagyjából, mert van egy-két gép, ami korábban jelent meg, de igazániból van három gép, akire azt mondjuk, hogy ezt elindította. Ezek a gépek már több ezres, tízezres sorozatokban jelentek meg. Szóval itt a Commodore PET-ről van szó, az Apple 2-esről, illetve a TRS-80-ról. Ezekre a gépekre az jellemző, hogy TTL áramkörökből épültek föl, igazániból csak katalógus IC-ket használtak, tehát használtak mondjuk egy, a TRS esetében egy Z80-at, volt mellette pár kilobájt memória, ez jellemzően 4, 8, 16 kilobájtot jelentett, tartalmaztak ugye 8-tól 16 kilobájtig ROM-ot, ebben volt ugye maga az a része, ami üzemeltette a gépet, illetve a basic, és szalagos meghajtóval használták őket az emberek. Gyakorlatilag ezek a gépek mondhatni egy kaptafára készültek. Ennek ugye két vagy három oka is volt. Az első ok, hogy igazándiból, akik ezeket tervezték, nem voltak nagyon tapasztalt emberek. Tehát például az Apple 2-es megtervezését, ugye Wozniak először megtervezte az Apple 1-est, majd utána az Apple 2-est, ami az Apple 1-esen alapult, de az egésznek az alapja, ahonnan átvett ötleteket, ez a Kim 1-es volt. Ez egy fejlesztői board volt, tehát egy olyan mikroszámítógép, vagy oktatószámítógépnek mondanám, amit Chuck Padel, aki ugye a 6502-est fejlesztette, tervezett. Sőt, a visszaemlékezések alapján Chuck Padel még segítette is Wozniakot a fejlesztésben. Ebben az a vicces, hogy a Commodore PET-et, aki tervezte, az szintén Chuck Padel, tehát igazából nem egyedül, de az ő csapata tervezte a Commodore PET-et, ami szintén min alapult, természetesen a Kim 1-en, mert ugye a MOS céget megvásárolta a Commodore, így aztán házon belül volt a Kim 1-es, ezen alapult az egész. A TRS-80-nál is elmondható, hogy nagyon sok helyen, ha az ember megnézi a Z80 alkalmazási leírását, tehát a minta kapcsolási rajzokat, hogy azok több helyen visszaköszönnek a TRS-80 felépítésében. Egész egyszerűen ezek az emberek nem feltalálták a spanyol viaszt, ha már ott volt előttük egy minta, akkor azt újra használták. A második ok, amiről már beszéltem, az a költséglimitáció. Amikor elkezdték ezeket a gépeket tervezni, nem volt egyértelmű, hogy kik lesznek a vásárlók, arra számítottak, hogy érdeklődő mérnökök, diákok, hobbisták vásárolják meg ezt a gépet, tehát mindenképpen bőven $1000 alatt kellett tartani az árat, ahhoz, hogy eladható legyen. Ez körülbelül olyan, mint ma egy Raspberry Pi, aminek ha 89 000 forint lenne az ára, akkor a kutya se venné meg, de
mondjuk 50 euróért, mondjuk egy ilyen 20 ezer forint körüli áron, azért egész nagy mennyiséget eladnak belőle, erre kiépül egy közösség, aki különböző dolgokat valósít meg. Tehát el kellett találni ezt az árszintet, és ez ugye limitálta, hogy mi kerülhetett be. Ez az ár eleve meghatározta a CPU-t, tehát ugye az olcsó CPU az mi volt, a 6502, illetve a Xilinx-nak az i8-a, a memória méretet, ugye, ahogy már mondtam, drága volt a memória, ezért aztán limitált is lett. Ugyanez volt igaz a ROM-ra, bele kellett férni, de nem lehetett túl sok, mert az is drága volt, ezért aztán megcélozták ezt a jellemzően 12-16 kilobájt körüli méretet. Ezek a limitációk viszont ugye azt jelentették, mivel a program memória és a képernyő memória, tehát amit megjelenítettünk, az közös volt, tehát ugyanazon a tárterületen helyezkedett el, azt jelentette, hogy limitálni kellett a megjelenített képet is. A harmadik ok, amiért így épültek föl a gépek, az egész egyszerűen azért volt, mert ez az iparág ekkor indult. Mivel nem tudták, hogy milyen mennyiségben fognak tudni eladni, ezért nem terveztek rá céláramköröket, mert ezek nagyon drágák lettek. Ezért igazándiból TTL áramkörökből építették föl. Mi volt ennek az előnye? Hát az előnye az az volt, hogy akkorra már a 74-es széria az könnyen hozzáférhető volt, volt elég sokfajta IC benne, tehát ezzel tudtak tervezni. A hátránya az az volt, hogy ha valaki egy bonyolultabb gépet tervezett volna, akkor az egész gyorsan egy alkatrésztemetővé vált volna. Az alkatrésztemetőnek ugye két baja van, egyrészt gyakrabban hibásodik meg, másrészt pedig rohadt drága lesz. Nézzük meg, hogy az előző listához hogyan viszonyul ez a három gép. A TRS-80-t vettem legelőre, egész egyszerűen azért, mert ez az egyetlen egy, amiben Z80 volt a három gép közül, 1,77 MHz-en, miközben a konkurenciát, tehát az Apple 2-est és a PET-et is 6502-es processzor üzemeltette, ezek körülbelül 1 MHz-en mentek. Senkit se tévesszen meg a TRS-80 sebesség előnye, a Z80 kevésbé hatékony, mint a 6502, tehát én azt gondolom, hogy a 6502-es gépek CPU-ban egy picit gyorsabbak is lehettek, mint a TRS-80. A RAM mérete mindegyiknél nagyjából ugyanazt a tartományt fette le, jellemzően 4-től 16 kilobájtig terjedt, ezzel voltak rendelhetőek, azért nem lehetett megvásárolni több memóriával, mert hihetetlenül drága volt a RAM. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy a gépnek az árához képest jelentős volt akár egy 4 vagy 8 kilobájtos memória bővítés is. Elméletileg mindegyik gép tovább volt bővíthető. Ugye itt az volt a jellemző, hogy valamennyi területet lefoglaltak a 64 kilobájtos címtartományból a ROM-nak, és a többit az pedig ki lehetett tölteni RAM-mal. Hát ez 48 kilobájt volt jellemzően, 48 kilobájt volt a TRS-80 és az Apple 2-esnél is. A PET-nél úgy emlékszem, hogy a 2001-es modellnél, tehát ami először megjelent, a PET 2001, annál 32 kilobájtig lehetett kiépíteni a memóriát, ugye ebbe több ROM volt. Beszéljünk akkor a ROM-ról. Hát a TRS-80 legelőször 4 kilobájttal jött, de benne egy elég butácska basic volt, az újabb, okosabb Basic Level 2-es, amit szállítottak, az viszont már 12 kilobájt ROM-ot igényelt. Ezzel szemben az Apple 2-esben 16 kilobájt, a PET esetében pedig 18 vagy 20 kilobájt volt a ROM mérete, attól függően, hogy melyik Basic-et, tehát hogy a 1.0-et vagy a Basic 2.0-et szállította vele a Commodore. Háttértárként, amikor ezek megjelentek, nagyon egységes volt az, hogy egész egyszerűen szalagos meghajtót használtak. Szalagos meghajtó itt alatt a normál kazettát kell érteni, rá volt akasztva egy külső kazettás egység, és azzal működött, legalábbis ez volt igaz a TRS-80-ra és az Apple 2-esre is. A PET-nek egy beépített szalagos meghajtója volt, de senkit ne tévesszen meg, ez egy sima magnetofon volt, amire lehetett rögzíteni az adatokat, illetve a programokat. Megjelenítés terén, tehát hogy milyen videó jelet tudott kiadni magából a három gép, itt is volt nagyon nagy egyezőség, de azért itt már voltak eltérések. Ugye az volt a jellemző, hogy olcsó rendszert akartak szállítani, ezért úgy oldották meg az egészet, hogy egy sima tévén lehessen nézni
azt, ami kijön a gépből, mert ugye egy monitor is nagyjából annyiba került, mint egy alapgép. A TRS-80 az alapvetően karakteres üzemmódot tudott mellette egy nagyon egyszerű grafikát, hát ez 128x48 pontot jelentett, gyakorlatilag egy byte-on egy 2x3-as blokkot tárolt el, tehát egy karakteren, ahelyett, hogy valamilyen szöveget jelenített volna meg, ahelyett egy 6 pontot lehetett kirajzolni. Ami érdekessége az egésznek még, hogy nem kezelt kis és nagy betűket az elején, de ez ugyanígy működött a másik két gépnél is, tehát igazából nagyon nem volt lemaradva. Az Apple 2-es volt a legokosabb ezek közül a gépek közül, ugyanis ő elméletileg tudott színes grafikát megjeleníteni, tehát elméletben meg tudott jeleníteni egy nagyobb felbontású színes képet. A gyakorlatban igazából ezt akkor lehetett már kihasználni, amikor az Apple 2-esnek a későbbi szériái jöttek ki, amikben már elég memória volt, hogy ne egye meg a megjelenített kép a rendelkezésre álló memóriát. A Commodore PET volt szerintem a legegyszerűbb ezek közül, csak szöveges megjelenítése volt alkalmas, itt azonban tükröztek a szemigrafikus megjelenítéssel. Ez mit jelent? Voltak mindenféle ábrák a PETSCII karakterkészleten, ami ugye az ESCII-n alapult, amikkel olyan képet lehetett megjeleníteni, mintha grafika lett volna, de a valóságban nem az volt. A home computerek második generációja az nagyjából a 80-as években kezdett el megjelenni, és igazándiból három fő jellemzője volt, vagy három oka volt annak, ami miatt azt mondom, hogy egy teljesen más generációt képviseltek. Az első az az, hogy folyamatosan egyre olcsóbbak lettek a memória IC-k, így sokkal jobb kiépítésben jelentek meg ezek a gépek. A második, hogy maga az iparág kezdett kiépülni, így látható volt, hogy ezeket a gépeket nagyobb darabszámon is el lehet adni. Ezért aztán megjelentek céláramkörök, amik kiterjesztették a tudását ezeknek a gépeknek. Milyen tudásról beszélek? Egyrészt a grafika, másrészt pedig a hangterén léptek nagyot előre. Ugye a grafikát már befolyásolt a memória, ezt már érintettem, hogy az nőtt. Ez így nagyjából minden összefüggött mindennel. A harmadik pedig ugye ez a grafika, és mellette a különböző karakterkészlet használata, valamint a programok. Amíg az első generációnál nagyjából nem volt semmi, tehát aki elindult és piacra dobott időben egy gépet, annak volt piaca. A második generációnál már sokkal jobban számított az időzítés, hogy időben piacra kerüljön, és hogy legyenek rá játékok. Természetesen a két generáció között volt átfedés, nem az történt, hogy egyik pillanatról másikra megjelent a másik generáció, és az első generációt kidobták volna. Ugyanígy történt olyan, hogy ugyanazt mondom, hogy olcsóbb lett a memória, de valaki úgy döntött, hogy olyan gépet fejleszt, ami nagyon olcsó lesz, ezért kevés memóriával, de nagyon olcsó áron dobott piacra gépet. Szóval itt már voltak olyan gépek, amik megcéloztak egy-egy árszegmenst, vagy egy-egy vásárlói réteget, hogyha szabad így fogalmazni. Nézzünk meg pár gépet, és hogy mi volt ezekre a jellemző. Ismét három gépet emelnék ki ebből a generációból, de ki fogok tekinteni másokra is. Egész egyszerűen azért, mert ez a második generáció annyira szerteágazó volt, és annyi gép jelent meg, hogy nem lehet nem megemlíteni őket. A három gép, amit kiválasztottam, az Atari 800, a C64 és a Spectrum. Itt szériákról lehet beszélni, és én nem a legeslegelső, ami megjelentről fog beszélni, hanem nagyjából az egész szériáról. Miért mondom azt, hogy széria? Az Atari 800 ugye 1979-ben jelent meg, viszont megjelent utána a 800XL, megjelent utána az XS széria, tehát hogy folyamatosan modernizálták, kicsit átalakították, de ezek azért 90-95%-ban kompatibilisek voltak egymással. Megtörtént a modernizáció, megjelent hozzá a floppy meghajtó, és a többi, és a többi. Ugyanez igaz a C64-re. Igaz, itt a modernizáció az nem azt jelentette elsősorban, hogy többet tudott az új gép, hanem azt jelentette, hogy egyre olcsóbb lett. Egy első szériás C64 a maga kerámia tokozású IC-vel és teljes méretű alaplapjával többszörösébe került legyártani, és a maga az ára is többszöröse volt, mint egy utolsó szériás C64G-nek. Az olcsósítást ugye hogy érték el?
fele akkora nyákot használtak, azért féltek el az IC-k, mert többet összevontak egybe, megjelent a Super PLA például. Ugyanígy olcsóbb lett a billentyűzet kivitele, a ház pattintós lett, nem csavaros, tehát olcsóbb volt gyártani. Lehetne sorolni, hogy mennyi mindent változtattak ahhoz, hogy egyre hatékonyabb és olcsóbb legyen a gyártás. A harmadik gép a ZX Spectrum, ugye ott is volt egy komplett széria, a legelső széria Spectrumok azok gumigombosak voltak, és volt még belőle 16 kB-os verzió is, aztán jött a Spectrum Plus, aztán jött a 128K, az Amstrad, amikor megvette a Sinclair-től ugye az egész gyártást, a gépcsaládot, akkor ők még kiadtak olyat is, amiben floppy meghajtó volt integrálva, tehát ez egy folyamatos fejlődés volt. Memória terén a három gépből az Atari 800 és a C64 is 64 kB-ig volt bővíthető, tehát 64 kB-ot gépi kódban lehetett használni. Spectrum esetében ez eredetileg 48 kB-ot jelentett, majd később, ahogy már említettem, akár 128 kB memóriáig is el lehetett menni. ROM terén meghaladták a 16 kB-os méretet, 20-24 kB volt a jellemző, és az, hogy a ROM-ot és a RAM-ot lapozni lehetett. Mit jelent ez a ROM és a RAM lapozás? Ez azt jelentette, hogy még a legelső széries gépeknél volt egy dedikált terület, ahol ott volt a ROM, addig itt regisztereket állítgatva ugyanarra a memória területre RAM-ot lehetett belapozni, tehát ott akkor amikor RAM-ot címzett, tehát a címzést végző áramkör elintézte azt, hogy akkor ott RAM-ot lásson a gép. Mire lehetett azt használni? Például az ember betöltött egy programot a memóriába, ez gépi kódban volt megírva, mindent lekezelt, tehát a számítógépet teljes mértékben kezelte, szépen felülapozta az ember a ROM-ot, és ettől a pillanattól ezt tudta használni arra, hogy a program futása közben odaadatot tároljon el, akár programot tömörítsen ki, és a többi, és a többi. A billentyűzetek is egységesek lettek, kezelték a kis és nagybetűt, amit fontos megemlíteni, hogy itt történt egy szétválás az A-szegmens alapján. A magasabb kategóriás gépeknél mondhatni még ma is elfogadható volt a billentyűzet minősége. Persze nem egy mikrokapcsolós billentyűzetről beszélünk, de az alsó kategóriában hát voltak ezek a gumigombos szörnyetegek, mint például a Spectrumnál. Ugye ezt olcsóbb volt gyártani, olcsóbb volt forgalomba helyezni, tehát meg tudta célozni azt az árszegmest. Illetve volt, ami még olcsóbb volt, ezek pedig a fóliás billentyűzetek, na ezek már igazán rettenetesek voltak, de valamit valamiért, tehát ezek még olcsóbbak tudtak lenni. Háttértároló terén megmaradt a magnetofon mindegyiknél, tehát mindegyik kezelte a magnót, de már egyértelmű volt, hogy floppy felé haladunk. Magyarországon ez természetesen nem jelentette automatikusan azt, hogy floppyt használt volna az ember. Egész egyszerűen azért, mert például a C64-nél egy floppy meghajtó annyiba került, mint maga a C64. Tehát egy 1541-es megvásárlásával nem csak a használhatóságát, de bizony az árát is duplázta a szettnek az ember. Ez az árduplázás ugye megjelent a spektrumoknál olyan módon, hogy én kevesebb emberről hallottam, aki spektrumhoz floppy meghajtót használt volna, mint kazettát, mint a C64 esetében. Miért? Eleve a spektrum egy olcsóbb gép volt, tehát aki olcsóbb gépet vett, az valószínűleg kevesebb pénzből gazdálkodott. Ha több pénze lett volna, akkor nem floppy meghajtót vett volna a spektrumhoz, hanem inkább C64-re váltott volna, ugye az egy jó gépnek számított, így aztán inkább maradtak annál, hogy kazettára rögzítették a programokat. Megjelenítés terén is történt egy nagy előrelépés, méghozzá az, hogy szinte mindegyik gépről elmondható, hogy színes volt. Az Atari 800 és a C64 tudása nagyjából összevethető, persze ez a színkezelés ez nem úgy működött, mint ma, hogy egy adott pixelnek megmondjuk, hogy milyen színű, tehát 24 biten megmondjuk, nem lett volna elég memória ezekben a gépekben, tehát ismét előjön az, hogy a memóriában tárolódott a kép, amit megjelenítettünk, hanem úgy történt a képkezelése, hogy volt egy külön színregiszter, ami egy adott blokkra megmondta, hogy milyen színeket használunk. Ezt nagyjából úgy kell képzelni, hogy van egy fekete-fehér képünk, és egy 8x8-as kockában mi csak két színt használtunk, mondjuk zöldet és pirosat. A következő kockában zöldet és kéket, az utániban meg mondjuk kéket és sárgát.
Szabadon választhatunk a palettából, de az adott blokkon belül csak ezek a színek használhatóak. Természetesen most egy picikét egyszerűsítettem, mert a C64-nél is volt olyan üzemmód, amikor 4 szint lehetett használni egy blokkon belül, ilyenkor persze csökkent a felbontás, de nagyjából így működtek. Ami fontos, hogy az Atari 800 és a C64 is kezelt sprite-okat. Ezeknek az volt a speciális, hogy gyakorlatilag ki lehetett rakni egy kis ábrát, amit szabadon lehetett mozgatni függetlenül a háttérképtől, és még azt is meg lehetett vizsgálni, hogy a különböző sprite-ok ütköztek-e, vagy elérték-e a képernyő szélét, és ezt le lehetett kezelni. Miért volt ez jó? Játékokat sokkal egyszerűbben lehetett fejleszteni, úgyhogy kirakta az ember a hátteret a kijelzőre, majd pedig mozgatta a különböző sprite-okat, és a sprite-oknál csak azt kellett figyelni, hogy mikor érnek egymáshoz, vagy mikor ütköznek. Erre jó példa a Wizard of War, hogy ugye van egy háttér, és ebben mozgatunk pár darab sprite-ot. A Spectrum egy alacsonyabb kategóriás gép volt, és ahol spóroltak a fejlesztők, az pont ez a sprite kezelés volt. De itt is elmondható, hogy regiszteres módon kezelte a színeket, tehát már a Spectrum is színes volt. Ha a belső felépítését, tehát a kapcsolási rajzot nézzük ezeknél a gépeknél, akkor az a feltűnő, hogy sok-sok TTRIC-t kiváltották egy vagy néhány speciális áramkörrel. A C64 esetén ugye megjelent a PLA, megjelent a VIC, és megjelent a SID-chip. Tehát volt egy áramkör, ami nagyjából összekötött mindent, és gondoskodott a címzésről, meg még egyéb dolgokról, ebben most nem megyek bele mélyebben. Lehet, hogy majd csinálok egy videót a C64-ről, sokkal bonyolultabb a felépítése, mint hogy most ebbe a videóba beleférjem. Viszont ami másik két chip, amit említettem, a SID az a hangér volt felelős, több csatornás hangot tudott, a VIC az pedig ugye a videó megjelenítést vezérelte, a sprite-okkal mindennel. Ugyanez megvolt ugye az Atari-nál, ott ugye az NTIC és a GTIA vezérelte a videót, a Pocky felelt a hangért és a kibemenetért, valamint megjelent, ha jól emlékszem, 84-től a Freddy, aki pedig a memória menedzsmentért felelt. Ha eddig figyeltetek, akkor ugye mondtam, hogy evolúció történt, a fejlesztők nem csak saját maguktól, hanem a többiektől is tanultak. A C64 nem az első volt a sorban. Én azt mondom, hogy a fejlesztői megnézték maguknak az Atari-nak a gépét, és annál akartak jobbat csinálni. Igazándiból párzomot lehet vonni a két gép között. De ugyanígy lehetne sorolni sorba a gépeket, ahogy jöttek egymás után, igyekeztek egymásra rálicitálni. A csipek összevonása és integrációja lehetővé tette nem csak azt, hogy tudásban licitáljanak egymásra a gépek, hanem azt is, hogy árban. Mi történt? Erre két jó példát tudok felhozni. Az egyik a ZX80 és ZX81 története, ahol ugye egy nagyon egyszerű, nagyon olcsó gépet dobtak piacra, ezt még kitként is forgalmazták, töredékáron az akkor elérhető gépekhez képest. Igaz, a tudása is, hát, hogy fogalmazzak finoman, nem volt éppen élvonalbeli, 1 kilobájt memória, tehát még az előző generációra hajozott, de felépítésben azt mondhatni, hogy hát egy maréknyi IC-ből építették fel az egészet. A másik, az egymásra licitálás, az pedig a VIC-20 esete. Ebben az esetben ugye a Commodore-nál egy már meglévő chipet, amit eredetileg, ha jól emlékszem, az Atari-nak terveztek, legalábbis nekik szánták eladni, de nem jött össze az üzlet, és aztán ott maradt a nyakukon, megfogták és építettek egy olcsó gépet azzal a chippel, ami konzol célra volt tervezve, illetve mellé csapták a Commodore PET-nek a már meglévő belső programjait, Basic-ét, CPU-ját, tehát hogy gyakorlatilag összevonták a kettőt, összegyúrták, és ez lett a VIC-20. Ennek a gépnek mi volt az előnye? Hát az volt az előnye, hogy viszonylag kevés memóriát raktak bele, tehát nem volt okos, de már színes volt, nem volt gyors, de cserében nagyon olcsó volt. Olcsón lehetett gyártani. Ez miért volt fontos? Hát azért volt fontos, mert a piacon volt akkor egy konkurens, akivel Tremel nem volt igazán jóban, mert hogy már összeakasztották egymással a bajuszt. Egész pontos legyek, itt most a Texas Instruments-ről van szó, ők is gyártottak egy gépet, és elkezdték levinni az árat. Tehát a Texas Instruments a TI-99/4A-val piacot akart szerezni olyan módon, hogy csökkentették az eladási árat. Ugye ők gyártották hozzá a csipeket, tehát úgy voltak vele, hogy mivel belül
rakják egyik zsebből a másikba a pénzt, amíg úgy szakumpak nyereséges, addig ők jók. Tremel belement ebbe a játékba, őnek ugye az volt a kezében, hogy ők is a csipek nagy részét saját maguk gyártották, tehát a CPU-t, a VIC 1-est, azt ugye házon belül gyártották, valamint elvitték Hongkongba a gyártást, tehát a gépeknek az összeszerelését, így elég olcsón tudták ők is kihozni a gépet, sőt olcsóban tudták kihozni a gépet, mint a Texas. Az érdekesség az az, hogy a TI gépe okosabb volt, mint a VIC 20, mégis amikor a VIC 20-nak az árát legvégén, tehát felváltva csökkentettek árat, hogy a másikat kitoljanak, levitték 100 dollár körüli szintre, akkor egész egyszerűen a Texas már veszteséget termelt, miközben a Commodore-nak még mindig volt rajta haszna. Ezt miért tudta megcsinálni a Commodore? Egész egyszerűen azért, mert azzal, hogy leegyszerűsítették a gépet, csomó dolgot összevontak egy pár IC-be, sokkal olcsóbb volt a gyártás. Egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy azt a gépet, ami megjelent Commodore PET-ként 77-ben, azt ők 81-ben, 82-ben 100 dollárért árulták, tehát 6/8 áron tudták ugyanazt előállítani, sőt egy jobb gépet előállítani bizonyos téren azért gyengébb volt, de hogy nagyon nagy így a kontraszt. Az utolsó komponens a második generációban, amiről még beszélni szeretnék, a szoftver, és hogy ez miért volt fontos. Nagyon sok példa van arra, hogy hogyan lehet egy jó gépet csinálni úgy, hogy mivel nincs rajta szoftver, ezért végül bukás lesz a gép. Hogy mire gondolok, nagyon jó példa erre az Enterprise esete. Mi történt? Az történt, hogy elkezdtek dolgozni az Enterprise-on. Dolgoztak rajta, és csak telt az idő, és múlt az idő. Mire megjelent az Enterprise 85-ben, addigra a következő generáció megjelent, tehát hardveresen már nem volt igazán modernnek tekinthető az Enterprise 128. Emellett volt egy másik nagy baja, nem volt rá szoftver. Olyan gép, ami egy évvel korábban jelent meg, sőt ennek a gépnek a modernizált verziói közben fogytak. És nagyon jó eladásokat produkáltak, például a C64, Commodore 128, de a Spectrumnak az új verziói is egész jó eladási számokat produkáltak. Miért? Azért, mert volt rájuk szoftver. Miért vették 85, 86, 87-ben az emberek a 8 bites gépeket? Legyünk őszinték, gyerekeknek játszani. Volt néhány ember, aki ezeket komolyan próbálta használni, de igazániból az volt a jellemző, hogy játékra vették. Milyen gépet vettek játszani? Hát amire le tudtak másolni játékot, vagy legalább tudtak rávenni. Aki későn jött, az kimaradt a buliból. Hogy hogyan lehetett elérni azt, hogy egy gépre legyen szoftver? Hát erre két módszer volt. Az egyik, hogy az ember korán megjelenítette a gépet, amikor még nem volt konkurencia, erre kezdtek el fejleszteni, ezért aztán több gépet vettek, ezért érdemes volt rá fejleszteni, tehát még többet fejlesztettek rá. Erre nagyon jó példa a Commodore 64, ami egészen a 90-es évekig életben tudott ezzel a módszerrel maradni. Persze kellett mellé az, hogy hihetetlenül csökkentsék az árát. A másik példa pedig az, amikor bejelentettek egy gépet, és elkezdték támogatni a fejlesztőket. Az Amstradnál a CPC szériát nagyon gyorsan fejlesztették, nagyjából abban az időben, amikor az Enterprise 128-at is. Mégis hogy tudtak sikeresek lenni? Egyrészt gyorsan végeztek a fejlesztéssel, tehát még időben piacra került, azelőtt, hogy bejöttek volna a 16 bites gépek. A másik pedig, hogy adtak gépeket leírást, és támogatták a szoftverfejlesztőket, hogy írjanak programot. Van több példa is arra, hogy ezt hogyan lehetett elbaltázni. A már említett Texas Instruments gépnél a Texas pénzt akart kérni a fejlesztő eszközökért leírásért, tehát hogy valaki szoftver fejleszthessen a gépére. Ezért kialakult az az ördögi kör, hogy a programfejlesztők nem fejlesztettek rá, mert ők nem akartak azért fizetni, hogy fejleszthessenek egy gépre. A következő generációja a home computereknek, tehát amit én harmadik generációnak sorolok be, azok már a 16 bites gépek, a már említett Amiga Atari ST széria például, de ezekről most már nem fogok beszélni, így is elég hosszú lett ez a videó, remélem élveztétek, tartsatok legközelebb is velem, akkor lesz szó a 16 bitesekről. Sziasztok!